hosszabb. Nem. Hosszabbnak nem volt hosszabb, csak azért volt, hát nehezebb volt ki, mert azért, mert életed volt, nem volt, nem ilyen koinos megvadásabb volt, de egyébként nem volt hosszabb. Én úgy emlékszem. Az meg. Most én nem így geciba az meg. Ott egy coin. Egyébként te Kristóf, hogyan játszottál először? Milyen konzolon, milyen rendszeren játszottál először a Sonic 1-jel, meg a klasszikusokkal? Ó, de jó. Hogy te, neked, mert most mondjuk nem tudom, hogy szerintem neked sem volt olyan megoldásod, szerintem. Most én úgy gondolom, hogy csak így most magamból indulok ki, hogy valami, gondolom nem Sega Genesis-en próbáltad emulátor. Ja, PS2. Ja, mert PS2-n a izére gondolsz, nem a Mega Collection-re, a Sonic Mega Collection, azt hiszem, hogy a GSC-be írták. És azon fenn volt akkor ilyen. Meg azt hiszem, abban benne volt a Sonic R, igaz? Sonic R is benne volt. Meg mi volt még benne? 3D Blast? Benne volt? Advance-ek azok nem voltak benne. Igen, Advance-ek se lesznek egyébként, igen. Gem Collection ben volt. Melyik? Melyik volt benne a Gem Collection-ben? A izé? Ja, izé, mi az R? Sonic R, igaz? Most, na talán itt már hátra sikerül a izé. A Chaos Emeraldok gyűjtése. Hát... Geci. Akkor nem. Hát... Inkább... Baszom, inkább le is szarom. Inkább majd a Sonic Heroes-ba ott majd ott megcsinálom az összes izét, specialt, mert ott kell is. Ott kötelező is, hogy a Last Story-t felállokkold, és ott azok muszáj. Last Story az kell. Megmondom, mindjárt végigjátszok megint a tucat, mindjárt. Bazd meg. Mert azt hiszem, hogy a Starlight Zone után már a izé jön. Final Zone, nem? Valami, úgy emlékszem legalábbis. Na bazd meg. Amit azt hiszem csak Final Zone-nak hívtak. De várjál, nem. Volt valami, nem. Brain Zone, igen, valami Brain, tényleg igen, Scrap. Scrap, Brain, vagy Brain, vagy Scrap, tudt is volt. És akkor utána volt a Final Zone, ami gyakorlatilag csak egyetlen egy pályából állt, azt hiszem. Ez is ennyi volt. Annyira furcsák, hogy jön egy kurva könnyű pálya, aztán egy kurva nehéz pálya, aztán megint egy kurva könnyű pálya, aztán megint egy kurva nehéz pálya, és aztán megint egy kurva könnyű, szóval így... Nagyon furcsa a konzisztencia a játékban egyébként. Íh, átrepültünk a világon. Tudtam, hogy ez lesz. Én gyakorlatilag mindenbe belemegyek, ez tipikus én vagyok egyébként. Így szoktam általában játszani ezekkel a játékokkal. Hát nem éppen erre számítottam, őszinte legyek. De jó. Nekem így is jó. Bazd már meg. Akkor szopjál le. Akkor is átugrok. Ne! Bazd meg. De azt most mondom, hogy a Sonic Heroes-ban a special stage-eket azt vagy a Team Rose-zal fogom csinálni, vagy a Team Chaotix-zal egyébként.
Hát inkább a Team Rose-zal csak, szinte. Nem fogok itt a Team Darkékkal még itt azon gülizni, hogy meg legyen bazzag a kulcs. Mert bazzag a faszom kulcsot is csak úgy tudod megszerezni bazzag, hogy a izé. Hogy itt, na, és... Miért nem ugrasz fel? Deci bazz meg... Gratulálok. Na mindegy. Akkor menjünk másmerre. Ugyan ott kötök ki, szóval, na mindegy. Szóval úgy tudod megszerezni ezeket a kulcsokat, hogy úgy tudsz bemenni a Special Stage-ba, hogy annyi kulcsot kell gyűjtsél a második pályán. Második, ak... Menjél-e! És hogy így lesz, nem? Így. Így, ja. Így, jó. Oké. Most már emlékszem. Szóval... És azt úgy tudom összegyűjteni azt a kulcsot. Összegyűjtöd, de utána viszont már csak úgy tudom megtartani azt a kulcsot, hogy közben nem sebződsz. Mert ha egyszer megsebződsz, akkor egyből elvesztük a kulcsot. Kurva jó. Főleg a legnehezebb csapattal meg aztán végképp. És a másik ugye a kulcs konkrétan gyakorlatilag csak maximum kettő alkalommal tudod felvenni, két ilyen hely van. Egyszer ott a pályának a közepén, hát a végén szinte sose, most vagy a vagy a közepén, vagy talán az elején van lehetőséged erre, ha jól emlékszem. Itt a boss. Itt a boss. Ja, közben már elkezdte? Tök jó, nem is figyeltem. Várjál, elbaszom. Oké, várjál, most lesz a jó. Gyert, most lesz a jó. Oj! Háhá. Köcsög. Köcsög cige. Úgy, az lejó lett volna. Várjál most. Oké. Már kezdem kapizsgálni a dolgot, várjál. Király vagy Kristóf, visszajöttél. És közben baszom itt a ízét, az bot, a botfocskát. Bazzik, közben elfelejtem a középsőt kellett volna. Ó, bazd meg. Jó, meg vagy. Hát ez nem nyert. Hajj már meg. Nem kell sok. Igaz, tudom, csak... Jó ez! Bazd meg, elbasztam! Na, rakjad már! Egy ilyenkor nem is rak izét ilyenkor. Ó, de jó vagy te! Jó. Szinte mindig így csináltam, hogy csak rádobálgattam a bombákat, aztán most így ennek az időzítésére rá vagyok szokva. Mint arra, hogy magamat dobbantsam fel, azt most nem tudom hirtelen az időzítését, hogy az mikor érdemes. Tehát igen, itt van a Scrap Brain Zone. Ez tényleg az utolsó pálya. Csak előtte lesz még egy Final Zone, aminek tényleg csak egy egyáltalán egy izéje van. Pályája van. Pálya részlet. Hát lehet, hogy elment a Gergő, nem tudom. Tudcsó. De jó volt ez is. Egyszerű az meg. Jobban nem is lehetne kezdeni. Hát fia, lehet, hogy idő éppen dolga akadt a Gergőnek. Na hát, van ez így. Megesik. Megesik, ha a ló baszik. Hogy is van ez? Nem így. Hogy ide kell, így lesz a jobb. Oké, már kapizsgálom a dolgot. Most már jó. Ennek is elég bizarr zenéje van egyébként, kicsit. Ó,
emészek erre tényleg erre a eltűnősdire. De viszonylag még egész tűrhető az a dolog. Jó van. Alakulunk. Nyilván még itt a első Sonic játékban még itt vagy azért a Sonic játékok alapból is úgy vannak kitalálva azért, hogy hát nem kis karakter felhozatallal rendelkezik maga a franchise, hát nyilván persze attól függ, hogy most a drága Sega mikor hajtja végre ki is aknázni ezt a rengeteg karaktert, és persze meg kell halni. És most itt ebben az első részben még csak a Sonic volt. Még senki nem volt, senki se. Bazd meg. Jó, megvan. Ment egy paszt. Bazd meg. Örülök, Gergő, hogy itt maradtál. Van remény folytatni. Menjél már! Most nyílj el! Miért nem ugrott? Miért nem ugrott? Most sem fogadni, mert nekem most fog eltűnni. Nem. Hú, szerencsém van. Halleluja. Hogy volt? Itt estünk le. Hát... Nem ott haltunk végül meg, hanem valahol itt. Nem itt haltunk meg? Nem. Itt már nem jártunk itt. Én már tudja a tököm, hogy hol jártunk már és hol nem. Nem jártunk még itt. Nem tudsz már menni. Egész jó haladsz. Már most menj el a kihívásod. Mindenképp akarom valami formába szonikozni. Na hát ennyi. Ja, és azt hittem, egyébként én azt gondoltam, hogy majd csak ilyen a hatodik Sonic játéknál fog megjönni a kedved egyébként. Kb. Erre meg már a első Sonic pályában, első Sonic játékban már a második pályában már megjött a kedved. Ilyet mondod, azt mondja, hát ennyi. Innentől kezdve, akkor Sonic franchise életes a következő, amit játszani kell. Nincs több a pénzt, amit csap ellátta. Nem baj, meglátom majd Gergő, ennél csak jobbak lesznek, ennél csak jobb Sonic játékok lesznek, szóval. A kössed fel az atyádat. Kössed fel. Úgyis te ilyen retrós ember vagy. Tehát a retró kalandokat. Retró májereket. Neked tökéletes számod ez a játék. Sonic Adventure egyre leszek kíváncsi a Big Story-ra. Volt, az sima lesz. Sima lesz az. Simában meg fogom csinálni a Big Story-t, mint a Labyrinth Zone-t. Komolyan mondom. Tudom, itt nem a Labyrinth Zone, mert azt viszonylag egész jól meg tudtam csinálni. Marble Zone-t. Ott szoktam a legtöbbet. Tehát inkább felfele kellett volna menjek, de mindegy most már. Szóval a Sonic Adventure 1 az... Én is azokra várok a legjobban egyébként, hogy majd átérjünk a 3D-re. Hú, de jó lesz a 3D-s. A 3D éra. És megint átmentem rajta. Menjél! Én várom azt a részt, amikor Eggman mondja a szagetnak, hogy én vagyok az apád. Basz meg, geci. Én vagyok az apád, geci, basz meg. Te is erre vársz?
Hát nem csak Kristóf, de én is erre várok egyébként. És mind a mai napig nem sikerült egyébként ezt megvalósítani. Jó, oké. Hú, bazd meg. Én is vettem egy pillanatra azt a körfűrészes szarságot. Jó lesz ez. Már most érzem, hogy nagyon jó lesz. Áááá! Hú, geszít, minden sikerült. Olyan szinten, hogy nem pont ugye, ahogyan én gondoltam, de sikerült. Az mi volt te? Vannak néha olyan hajmenesztő momentumok, megmozdulások konkrétan, hogy... Hogy hú, bazd meg! Aztán ki tudja, aztán lehetséges, hogy neked Gergő pont hogy a 2D-s játékok volna tetszeni. Lehet, hogy pont a 2D-sek volt neked tetszeni, lehet, hogy te nem fogod szeretni a 3D-seket. Nekem mennem kell, mert pingpongra kell mennem, előre is zsízsö. Rendben, köszönöm szépen Kristóf, hogy legalább benéztél, meg itt voltál. Örülök, hogy itt voltál, hát... Azt akartam, hogy legalább te itt legyél azért, na hát azért egy Sonic fannak itt kellett lennie azért. Szóval, köszönöm, hogy benéztél, és akkor jó pingpongodás. Szevasz Kristóf, aztán akkor majd hát akkor a Gergő streaménél találkozunk majd. Mert 20 komával azt nem fogok streamelni. És nem tartom valószínűleg, aztán ki tudja. Hát én fogom azt végigjátszom a Sonic 2-t is már ma. Jó, nem hiszem. Ezért nem akarok haladni ennyi gyorsan. Meg kell adni a Gergőnek is az időt. De pont azért terveztem úgy, hogy 4 órakor streamelek, és akkor 7 órára már biztos, hogy készen leszünk. Én már kijátszottam jó pár 2D-s játékot, tehát ezért mondom, hogy szerintem például is lehetséges, hogy neked a 2D-s játék fog igazán tetszeni. Ja, lehet, most fog kezdődni a izé. De nem, ez még nem az. De majdnem. Na! És most jön a Final Zone? Nem. A harmadik akción most. Ha már emlékszek most így hirtelnyébe. A lehetséges, hogy a 2D fog neked tetszeni, és a 3D nem fog neked tetszeni, ki tudja. Most az a kérdés, hogy itt most oké, jó, nyilván a Kristóf olyan sokat nem tudott még videózni az Unleash-ből. De például neked a Sonic Unleash például hogy tetszett például tegnap? A Kristófnál. Na az már egy újabb játék azért. Először maradjunk a 2D-nél. Először maradjunk a 2D-nél, azt mondjuk. Így egy jobb is így, mert hogy szépen lassan így a grafika is szépen lassan így begyorsul, meg itt átalakul, meg minden. És így és jobban át fogsz rezonálni a 3D-re majd szerintem. De nem felfele kéne menni. Én szerintem. Én most elbasztam felesleges időt. Itt van szerencsére. Adjad már! Jó. Ez csak kevés volt. Ja, hát kevés, igen. Kevés volt, így mély benyomás nem gyakorolt rám. Ja, hát gondoltam. Először a tutorial volt gyakorlatilag, meg hát... Meg az első pályának az első perc, hát lófasz az. Ez kevés. Kevés az, nagyon kevés. Ennél sokkal több kell ahhoz, hogy tényleges véleményt tudják kreálni, de egy... Ez olyan szinten ki tudják izélni, centizni. Köcsögi, hát ott állok már fél persze, és még nem adott egy buborékot se. Hú, bazd meg. Nem most hátszok, mindjárt vége egyébként a Sonic 1 meg egyébként, csak úgy mondom. Gyakorlatilag már lassan a... Az meg. Lassan a utolsó pályánál tartunk. Ne! Gyerünk gyorsan!
Szedjél ezt gyorsan, ezért. Hol a buborék? Hol a buborék? Hol van? Hol van? Hol van? Hol van? Hol van? Most meg fog halni. Ott ugrottam fel, és meg fog ellök a izé a sugár, vagy a keci ellök. Annak egyesek. Éppen szapemetileg adnak a kakti véleményt. Hát figyelj, és én is, hogy először láttam volna, én sem mondtam volna semmit. Nekem sem szül, én sem tudtam volna leszülni semmit. Lásd DS. Hát jó, hát nyilván akkor a DS-nél azért más a helyzet, de hát jó, hát azért... Mert már nincs gyűrű, bazzeg, és non-stop meg fogunk halni, bazd meg most. Adjál izét, levegőt, jó. Nagyon kell koncentrálni most. Itt kurva jó lesz, és... Itt most szopás lesz. A descendingre gondolsz? A DS alatt? De akkor melyik? Mondta, hogy nem Dark Souls, hát akkor... Csak egy DS lehet a Death Stranding, akkor mást különben... Köszönöm Istenem. Na ez így most kibaszott nagy kihívás lesz most egyébként innentől kezdve. Ez egy gyűrű nélkül... Kell megcsinálni. Ó, most már van szerencsére, most már gyűrű, de... Most már nem szabad meghalni. Opámba tolta azért a gecit. Nem ad izért, nem ad, bazd... Oh, Death Space, persze, hogyne. Hú, bazd meg, ez is nagyon közel volt. Most non-stop meg fogunk halni most. Adjad már! Úristen te! Ez nagyon közel volt most. Ez a baj, bazd meg, hogyha... 6 évig kell várni, hogy végre beadja azt a szart. Ott volt a kurva geci, és kurva faszopó, picsa geci, kurva anyját. Kezdődik, bazd meg. Tessék, bazd meg, így kell átspeedelni az egész faszomon, bazd meg. Ennél szebb dolog nincs a világon, komolyan. Menjél! Ó, Isten, áldjon meg tényleg te! Oh, ott a checkpoint, végre. És megint mehetünk vissza, de jó vagy. Imádom ezt a vizes szart. Geci, bazd meg. Nagy, álljon be. Jó édes basszom be. You speak English? Nem, no. I speak Hungarian, meg Japanese. Japanese motherfuck, és miért meg, bazd meg, és megint nem fog. Megint...
Azért mondom. I speak mother. Motherfuck. Ezért. Ne tudtam, hogy ez lesz. Ne tudtam, bazd meg. Ne tudtam. Most meg hova megyek? Most biztos visszafele kezdtem el menni. Ez esküszöm nehezebb, mint a izé. Esküszöm nehezebb ez a rész. Mint a labirint zón, de... Nem emlékeztem arra, hogy ennyit lehet kell szopni ezen a részen. Tudom, hogy nehéz ez a rész, mert ez egyébként hogy nyilván azért, mert egyébként ez az utolsó tényleges nagy pálya. Egyébként csak úgy mondom. Megint meg fogunk halni. Nem. És nem haltunk meg, bazd, nem haltunk meg. Azt kellett volna még, hogy annál szökevényed basz szájba. Volt humoruk, hogy az ez is fizes pályát, hát kurvára. És nem mondd azt nekem, hogy nulla gyűrűvel fogom elkezdeni ezt a részt. Ne! Adjál! Adjál gyűrűt! Nem ad gyűrűt, bazd meg! Nem ad! Ez a final boss egyébként, csak úgy mondom. És nulla gyűrűvel. De jó lesz! És persze ott kell lennie, hát... Hol máshol, nem bazd? Random időszakonként megjelenik valamelyik részen a kis Eggmanke. És történnek ilyen dolgok. Történnek ilyen fantasztikus dolgok, de szerencsére itt a Final Zone-nal kezdődik, szóval... Legalább nem kell megcsinálni bossnak a iszét. Az egész előző pályát. Persze most meg ott van bossz, meg tényleg ez, az előző részben ott nem így volt. Megdög lesz. Nem nehéz egyébként ez a Final Boss, csak kurva lényegesítő is. Hiszen kiszámítottan nem tudod, hogy pontosan honnan fog jönni ez a szar. Meg azt mondom, hogy sokszor nem is kell egyébként megcsapni. Hiszen talán jó, ha 5-6-szor. Ez talán a negyedik csapásom, ha jól emlékszem. Nem? De jó vagy? Ja, egyébként ja, kell a challenge. Amúgy tök minél megy is úgyis, ha egyszer meghalok, akkor onnantól kezdve már nulla gyűrűvel fogom ezt megcsinálni. Szóval max az első alkalommal lett volna jó dolog. Nem, most már az ötödik vagy a hatodik ütés volt, mert nem emlékszek, mert nem néztem, nem fegy számol. Ez közel volt, nagyon közel volt most. This is really close. Oh, ez az. Sikerült! És ott van srácok, és... Most... Ez az! És srácok... Ennyi volt! Ennyi volt a Sonic 1! Ennyi volt! Sonic the Hedgehog 1 és konkrétan egyetlen egy darab Chaos Emeraldot nem gyűjtöttünk, szóval tök jó volt. Ez most nem én irányítom egyébként. Ez három szín lett volna. Hát majd kiderül, hogyha esetleg majd te is nyomni fogod esetleg egyszer majd. Szóval ez a Sonic 1 egyébként egy... Hát ilyen, ez olyan játék, mint a... Olyan is, mire lehetne gondolni, mint az Assassin's Creed-nél az első rész, hogy így jónak jó, de nem messze nem a legjobb Sonic játék egyébként. Csak utána jött a Sonic 2, meg a Sonic 3, amik sokkal jobbak lettek, és egyből rátettek egy lapáttal egyébként. Szóval amit te elkezdtél játszani, a Sonic 2 az egyébként mérföldnek legjobb játék, mint ez.
Ezt a részt ezt pont kihagytam, ezt a labirint zomba. Mindegyik pályarészt kicsit így megmutatgatják. Ebben látszik, hogy vannak olyan részletek egyébként a pályában, amit nem is jársz be egyébként, szóval van több lehetőség is, hogy teljesítsd ezt a, ezeket a részeket. Ezt sem próbáltam meg, hogy mondjuk ugye ott kötöttünk, szóval teljesen mindegy. Szóval... egy jó kis rám volt egyébként, jó speed rám volt. Egyébként bazd meg tél? De ezt aztán nem gondoltam volna, azt mondja, hogy 3 óra lesz legalább. Erre meg... 2 óra. Két órás a stream, és a 30. percbe kezdtem el. Szóval másfél óra volt az egész, másfél óra volt. És akkor elmondom, hogy a Sonic 2 meg a 3 az sokkal hosszabb, főleg a 3. Jó, itt most van ez a Trigon-es üzeje, tudsz, hogy itt egyetlen egy kávaszemádot nem gyűjtöttem össze. Most ez van. Ez van. Ez van, hölgyek, urak. De... és hát tudod, ez a cutscene meg már a Sonic Origins-nek a külön cutscene, hát nyilván ez a régiben nem volt benne. Meg ott volt a 7. Chaos Emerald egyébként, de azt nem lehetett összegyűjteni. Hát figyelj, a cutscene-ből összegyűjtötte, szóval sikerült. Ennyi az. Na, szóval... a Sonic the Hedgehog első mennyire számítottál? Hát én a 3 órára, hogy maga a 3 órás lesz, vagy 2-2,5 órás lesz maga a Sonic végigjátszás, nem az egész stream, mert ugye 1,5 órás volt a kezdés, azon kívül 3 óra, vagy 2,5 óra. De, ebben bazd meg. Éjjel küldtük a játékot, bazd meg. Csak innentől, hát most itt a Sonic CD az első, de én először azt mondom, hogy szerintem a Sonic 2-t kéne tolni. Tudod mit? Tudjátok mit? A Sonic CD az eléggé rövid. Nagyon rövid. Úgyis még óra még elkezdi streamelni a Gergő. Nem tudom. Vagy ne? Nem akarok ennyit kapkodni. Emészük szépen emészük ezt az első részt, én azt mondom. Emészük meg ezt az első részt. Úgyhogy szerintem most ez így ennyi volt. Én azt mondom. És tök jó volt, figyelj. Egy darab szaggatás nem volt a streambe. Tökéletesen futott minden. Nyilván most nem, mintha akkora gépvénye lenne, meg akkora internet hozzáférése lenne. Figyelj, a GTA Online-nál nem volt probléma, akkor azért folyamatosan most pont itt lett volna probléma. Hogy srácok, ennyi volt a Sonic 1. Írhatod le is a listából Sonic the Hedgehog első részt. Igen. Egyből a végjátszott. És tessék, megvan a 2023 első végjátszása, és egy streamben megvolt az egész. Hát ilyesmi nem is volt még a csatorna történetében, hogy egy stream alatt végjátszottunk egy játékot. Még a Rise Son of Rome is 2 streamben sikerült. Pedig az első stream az volt 5 órás. Ubazd meg. Itt a 2023-as év, és akkor oda nyomok egy nagy szart. Hogy van? Így. Ennyi bazd meg. Le is írtam a listába, hogy Sonic the Hedgehog első rész. Végig is játszottuk szépenségesen. Úgyhogy már jól haladunk. Már faszák vagyunk. Mert most egyébként a Sonic CD az összes közül a legrövidebb. Hogyha ezt másfél óra alatt végigjátszottuk, akkor ezt 1 óra alatt meg tudtuk volna csinálni. Ez egy óra lesz kb. Szóval, hogyha most majd a következő... Úgy fogok készülni, hogyha majd a következő streamnél ott ezt fogom csinálni. Majd a következő streamben, ami majd lehet, hogy valószínűleg holnap lesz, ott úgy fogom csinálni, hogy Sonic 2 és a Sonic CD-t is végig nyomom még aznap. Ebből csak ilyen kezdésben most így bemelegítésképpen
csináltuk ezt most. Aztán majd onnantól kezdve kicsit jobban belemegyünk, de hát, amint túljutottunk egyébként ezeken a klasszikusokon, utána már a 3D-sek sokkal hosszabbak lesznek egyébként, csak úgy mondom, sokkal hosszabbak lesznek. Már a következő Sonic Adventure 1-es is, mert a 2-es is, azok már 9-10 órások lesznek, úgyhogy az egy ilyen 3 stream biztos, hogy lesz. Persze attól függ, hogy mennyi egy stream nálam, mert mostanában ezek ilyen 2 órás streamek lesznek egyébként, meg egy 3. Nem valószínű, kevés olyan lesz szerintem, hogy 4 órás streameket fogok tolni. Most akkor, hogyha végre véget ér ez a faszom munka, és szerencsére holnapi nap már utolsó nap lesz. Hála Istennek, bazznek, és holnaptól már nem kell dolgozni, és egy holnap utántól már nem kell. De ez itt tök jó. Így most egy óránk van, hogy felkészüljünk a Gergő streamjére. Úgyhogy a Gergő streamje hamarosan el fog kezdődni, egy óra múlva, addig el tudok végezni egy-két dolgot, tudom folytatni a könyvemet szépen, tudom folytatni az írását, stb. És akkor tudom folytatni a Witcher 3 Next Gen-t. Bekajázok, és akkor utána ott lenne a Gergő streamjénél. Szóval ez a legjobb megoldás. Egyelőre, hogy most Gergő is itt tud lenni az én streamem, meg én is ott tudok lenni az övén. Látod? Ennél jobb nincs jelenleg. Ennél jobb nincs. Ennél jobb megoldás nem létezik. Na, de viszont azt mondom, hogy legyen elég mára ennyi, és akkor majd legközelebb holnap folytatjuk ezt a jó kis menetet, csak nem tudom, hogy mikor. Hogy legyen holnap is 4 órakor, vagy 5 órakor, legyen, mint ugyan a tegnap volt, nem tudom. Jó mindent, azt mondja, jó mindent. 7 óra, 7 perce megy a stream egyébként. Szóval én arra gondoltam, hogy kurvára bejött a játék. Na, örülött neki. De fél, hogyha majd még meglátjuk, hogy holnap hogy lesz. Holnap is ilyen izétre gondoltam, ilyen 4 óra, 5 órára gondoltam egyébként, szóval meglátjuk ki hogy fog ráérni. Meglátjuk. Ez majd a holnap zenéje, holnapi idők zenéje. Most viszont majd akkor a Gergői lesz a főszerep. Most mondjuk az a baj, hogy most nem tudok rédelni. Nem tudok rédelni. Nem fog tudni átrédelni majd a izére. Legyen 5. Jó. Legyen 5 akkor.